megcáfolásig megtelt érdeklődő táncbarátokkal szombaton a Székesfehérvári Balettszínház Kaszap István utcai székháza. A társulat nyílt napot tartott, amelyben a színház és táncszínház iránt érdeklődők betekintést nyerhettek a kulisszák mögé az alkotói munka folyamatba. A találkozón ott volt Lerner Zsolt alpolgármester is, aki örömének adott hangot, hogy az 5. születésnapját ünneplő társulat otthonra talált városunkban. Jó hangulatúak az előadások, nem csak az előadások, hanem maga a közönség is megérzi ezt a jó hangulatot. A legutóbbi bemutatója a balettszínháznak a Nomádok voltak hatalmas sikerrel, és ugye maga a balettbérlet is most a 2021 első fél évében újra indul. Természetesen én is vettem, és az Ars Regia bérlet sorozatban is a balett a Carmennel szerepet vállal. A hangulatos találkozón a beavatottak láthattak egy részletet a Hattyúktava előadásból is, illetve megtekinthették a nagy sikerű előadási jelmezeit. A bemutató mellett interaktív programok is várták az érdeklődőket, és egy-egy mozdulatot bárki elleshetett a profiktól a jókedvű, mosolygós, közös tánc során. Ez egy nagyon nagy öröm, amikor a közönséggel nem csak úgy találkozunk, hogy a függöny egyik oldalán vagyunk mi, és a másik oldalon a közönség, hanem látjuk ezt a szeretetet és érdeklődést, ami a munkánk iránt, és efelé a csodálatos művészeti ág felé irányul. Úgyhogy egyre többen jönnek a nyílt napokra, 130-an jelentkeztek. Nagyon sokan sajnos most van ez az influenza betegség, azért nem tudtak eljönni. Egerházi Attila még elmondta, elkötelezettek abban, hogy a balettművészet kedvelői számára olyan programokat tervezzenek, amelyekben folytatva missziójukat mindenki megismerheti egy-egy előadás megszületésének kulisszatitkait, a táncosok mindennapjait.